A járványnak még nincs vége. A szakértők szerint várható egy negyedik hullám, ami döntően azokat érinti majd, akik nem oltatták be magukat, mondta el a legutóbbi kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, a Magyarországon forgalomban lévő 6 vakcinatípus mind védettséget nyújt a jelenleg ismert mutánsokkal szemben is, amik az újabb hullámot okozhatják, és kiemelte, a kormány olyan oltási akciót indít, aminek keretében a házi orvosok akár személyesen is felkereshetik azokat a 60 év felettieket, akik még nem oltatták be magukat, mivel ez a korosztály a legveszélyeztetettebb. A járvány negyedik hulláma az ősz közepén érkezhet, ám várhatóan már nem lesz olyan súlyos, mint a korábbi időszakokban, mondta el Rusvai Miklós virológus. Ősszel a légzőszervi betegségek szezonjában, tehát október második felétől kezdődően az időjárás függvényében, amikor a hűvös, nyálkás, párás, esős idő beköszönt, akkor igen, nagyobb számú koronavírus fertőzés lesz. Ennek a káros hatását elsősorban a minél szélesebb körű oltással lehet elkerülni, tehát csak arra lehet biztatni továbbra is mindenkit, hogy a hátralévő néhány hónapban használja ki ezt a haladékot, használja ki azt, hogy most már tulajdonképpen bármelyik vakcinatípus szabadon hozzáférhető, mindenki kedvére válogathat közöttük. A fertőzések számának növekedése azonban így sem lesz teljesen elkerülhető, tette hozzá a szakértő. Megemelkedett esetszám, fertőzés szám lesz, de olyan nem lesz, mint tavaly ősszel, vagy netán az idén tavaszon volt, és főleg remélem, hogy nem lesz súlyos eset, sokkal alacsonyabb lesz a lélegeztetőgépre kerülők és a kórházba kerülők, meg az elhunytak száma. Elsősorban azért, mert az oltottakban ilyen súlyos formában nem jelentkezik majd a fertőzés. Az oltatlanokban sajnos kialakulhat ilyen súlyos forma is. Ahhoz, hogy minden oltottban kialakuljon a kellő immunitás, a virológus mindenkinek javasolja a harmadik védőoltás felvételét. A harmadik oltás mindenkinek ajánlott lenne, akinek az immunitása már vagy lecsengett, vagy nem is alakult ki mérhető immunválasz. Az immunválasz ugyanúgy, mint nagyon sok minden más élettani jellemző, a testmagasságtól kezdve a hajszínig és a szemszínig, az immunválasz készség is egyénileg rendkívül változatos. Ezért vannak olyanok, akikben már a második oltás után 3 héttel sem mérhető az immun ellenanyagok szintje, van olyan, akinek pár hónap után lecseng, és van, akinek egy évig is kitart. A szakértő úgy véli, a légzőszervi betegségek szezonjában az influenza elleni védőoltással egy időben a koronavírus elleni vakcina harmadik adagját is elérhetővé kell tenni mindenki számára. A harmadik oltás felvételének idejéről és feltételeiről viszont várhatóan az emberi erőforrások minisztere vagy az országos tisztifőorvos dönt majd, vagyis mindenképp hivatali határozat lesz, tette hozzá a virológus. Amikor pedig eljön ennek az ideje, érdemes lesz eltérő fajtájú oltást választani, mint amiből az első kettőt vette fel valaki, főleg ha az valamelyik vektorvakcina volt. Ha valakinél pedig valamilyen kellemetlen mellékhatás lépett fel az alapimmunizálás során, például erős helyi tünet az oltás helyén, fejfájás, gyengeség vagy rosszul lét, annak is érdemes lesz egy másik típusú vakcinából kérnie a harmadik adagot, javasolta a szakértő.